Ha megenged néhány kérdést. Nem adja fel a küzdelmet? Karácsony Gergely főpolgármester a múltkor elárulta, hogy ő tisztában volt azzal, hogy városdiplomáciai főtanácsadója Korányi Dávid milyen tevékenységet folytat az Action for Democracy-n keresztül, azaz, hogy a választási időszakra pénzt gyűjtenek Amerikából. Szólt önnek Korányi Dávid arról, hogy adománygyűjt az ellenzéknek? Természetesen tudtam az Action for Democracy létrehozásáról, ez nyilvánvalóan nem titok. Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a legutóbbi közgyűlésen kérdéseket fogalmazott meg Korányi Dáviddal kapcsolatban Karácsony Gergelynek címezve. Milyen érdemi tevékenységgel segítette a főváros nemzetközi kapcsolatait, milyen gazdasági együttműködési lehetőségeket hozott össze, nyilvánvalóan nem ideértve azt a 3 milliárd forintot, amit összegründolt a baloldal választási kampányára. Ami pedig a városdiplomáciai munkáját illeti az elmúlt 3 évben a fővárosi önkormányzatnak, azt gondolom, hogy ez egy nagyon aktív és nagyon eredményes munka volt. Azt is mondhatnám, hogy 100 milliárdokban mérhető ennek a városdiplomácia aktivitásnak a hatása a város működésében. Hiába a főváros városdiplomáciai főtanácsadójáról van szó, a városvezetés balliberális politikusai még mindig nem tudnak semmit. Meglepődött, hogy Karácsony Gergely tudott a külföldi pénzekről? Híreket. Képes volt teljesen ostobán tárolni. Vannak olyan hülye propagandisták, akik elképesztően meg a viccet se érték. Bocsánat. Ebben az Action for Democracy dolgon nekem gőzöm sincs, én egy polgármester vagyok, és nem is követtem ezeket a dolgokat, ebben nem tudok ennek nyilatkozni tényleg. Nem is hallott erről a botrányról? Hallottam, hogy valami amerikai támogató pénze, de hogy ez most akkor 10 000 támogató érkezett, 1 millió támogató érkezett, vagy 5-től, azt én nem fogom önnek tudni megmondani, úgyhogy sajnos én Terézváros ügyeivel foglalkozom, oda pedig nem folyt egy forint se. Hát szerintem az egész dollár baloldal, ugye ez egy ilyen játék a betűkkel, szóval önök kitalálnak valamit, és akkor erről lehet beszélgetni. Nekem őszintén ez a véleményem az egész témáról. Mit szól hozzá, hogy Karácsony Gergely tudott arról, hogy milyen tevékenységet folytat az Action for Democracy? Nem hallotta a kérdést? Kellemes karácsony. Rövidesen jönni fog, és el tudja mondani, hogy mit szól hozzá. De az ön szubjektív megítélése, mit gondolt a költőt, akkor érdemes eljátszani ezt a gondolatkísérletet, ha a költő már nincs velünk, jelen esetben a költő velünk van, és tud válaszolni az önök összes kérdésére. De ugye az ön véleményére lennék kíváncsi, tehát ebben a gondolatkísérletben ön a költő, akinek a véleményére vagyok kíváncsi. Igen, nincsenek olyan mély ismereteim ebben a témában, hogy ebből megalapozott véleményt mondhassak. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy Márki-Zay Péteren és önön kívül más ellenzéki politikus nem tudott arról, hogy mit csinál az Action for Democracy? Nézze, én nem tudok más szavai a felelősséggel válni, csak a sajátjaimért. De ezt elképzelhetőnek tartja? Ahhoz mit szól, hogy ellenzéki médiumokhoz is kerül pénz?